Sosem értettem, hogyan tudtok ennyi szöveget megtanulni és fejben tartani egyszerre. Hát, Gergőkém, nekünk könnyű, van súgónk. De mi történik például veled, hogyha elfelejtesz egy mozdulatot, és mondjuk jön egy fehér lap? Vagy blackout, mi úgy hívjuk. Bocsánat. Igen. Hát ilyenkor improvizálni kell, amíg föl nem tudod venni a mozdulat fonalát újra. Értem. Hát hogyha most nekem improvizálnom kellene, tehát hogyha most nekem itt improvizálnom kellene, akkor mondjuk én nagyon jól improvizálok. Ebben biztos vagyok. Most ugyan improvizálnod kellene, ugyanis nincsen súgónk. Akkor inkább jöjjön a súgó! Borovics Tamás, a zongoránál Kovács Gábor. A súgójukban itt lent ülök. A színpad és a nézőtér között. Egy ócska lámpa, meg egy szék. Én vagyok az első közönség. Súgó vagyok. Fönt ordítoznak iszonyúan, vagyis állítólag próba van. Én 4 órán át olvasom a szöveget, amit kívülről tudok. És csak én tudok. A Romeo nem is lenne rossz, csak borzalmas a modoros. A Júlia egy szörnyetek, szülne inkább 4 gyereket. Egy fos az egész. Lehettem volna Romeo. Jó, mondjuk Mercúció. Mindenkinek jobb lenne, de a rendezőnek nincs szeme. Na jó, adjuk ezt. Egy nap majd a színre lépek, és a deszkák lángban égnek. Rám zuhognak, mint a fények, s a taps és a bravó ma végre nekem szól. Csak miattam jön a néző, játékom, hogy megigéző. Én leszek itt a legelső, s a kritikákban olvasom, hogy csoda született a színpadon. A rendező egy vadbarom, ahogy instruál, az borzalom. Hangosabban, több érzelem, ők meg üvöltenek, Istenem. Én csak súgok, ahogy súgok, abban is több a lélek. Nem ordítok, hanem beszélek. És azt hiszem, az első 2 sor engem figyel, nekem drukkol. És engem dicsér. Egy nap majd a színre lépek, és a deszkák lángba égnek. Rám zuhognak, mint a fények, s a taps és a bravó ma végre nekem szól. Csak miattam jön a néző, játékom, hogy megigéző. Én leszek itt a legelső, de a rendező, a vadbarom nem tudja, mit tudnék a színpadon. Lőrinc barát iszik sokat, még nálam is többet. Végén még kórházba viszik, hatalmas tehetség, igen, őt kedvelem. Mindig ott vagyok a közelében, és segítem észrevétlen, de azt hiszem már elkéstem. Nem sokára kihúny ez a fény. És akkor jövök én. Akkor majd a színre lépek, és a deszkák lánggal égnek. Rám zuhognak, mint a fények, s a taps és a bravó ma végre nekem szól. Csak miattam jön a néző, játékom, hogy megigéző. Én lettem itt a legelső, de a rendező, a vadbarom, a premier után hozzám lép a színpadon. Apám, hogy te milyen kurva jó színész vagy? Nem is tudtuk, hogy... Persze, hogy nem tudtátok. Nem emlékszel? Egyszer meséltem, hogy mielőtt idejöttem, évekig voltam a... Mi? Thank you.